Jó estét kívánok kedves nézőinknek, az Oxigén Televízió híradóját látják december 1-én csütörtökön. Az adventi és karácsonyi időszakban megnő a tűzveszélyek száma az otthonokban. Erről is lesz szó hamarosan, és az egyik győri cégnél is csatlakoztak a Movember akcióhoz a férfi dolgozók, akik egész hónapban nem nyírták le arcszőrzetüket. Az Aprosis Kft-nél végül barberek nyírták meg az ott dolgozókat. Jönnek a részletek, kezdődik a híradó. Újra használható a Malomuti csomópont Győrben. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT azt közölte, az ideiglenes útburkolati jelek festése és a körforgalom táblázása után ismét minden irányból járható a csomópont, és lehetséges a Malomútra be, illetve az onnan való kikanyarodás. Ennek köszönhetően a 2022 tavaszán bevezetett ideiglenes buszterelés megszűnt, a buszok ismét az eredeti útvonalon járnak december 2-ától. Rendőrök csaptak le a kábítószer kereskedőkre Győrben. A nyomozók látókörébe került egy 45 éves győri férfi, aki rendszeresen vásárolt kábítószert, illetve azt tovább értékesítette. A rendőrök a drogterjesztéssel foglalkozó férfit és annak társát november 23-án fogták el. Az egyenruhások kábítószer gyanús anyagokat, többek között növényi törmelékeket, alufóliába és fecskendőbe csomagolt kristályos anyagokat, kékszínű tablettákat, illetve kereskedelemre utaló eszközöket, tasakokat foglaltak le tőlük. A kábítószer kereskedelemmel gyanúsított győri férfi lakhelyén tartott kutatás során további kettő férfi és egy nő kezére került bilincs. Letartóztatták azt a férfit, aki baltával fenyegetett meg rendőröket. A férfi még hétvégén Győrújbaráton szülei házának ajtaját akarta berúgni, végül, mikor a rendőrök is a helyszínre érkeztek, velük szemben is fenyegetően lépett fel, majd a hivatalos személyek felé indult, akkor az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le. Végül az agresszív támadót egy elektromos sokkolóval ártalmatlanították. A bíróság az ügyészség indítványára egy hónapi időtartamra elrendelte a többszörösen büntetett gyanúsított letartóztatását, aki a mostani bűncselekményt visszaesőként felfüggesztett szabadságvesztés büntetés hatálya alatt követte el. Advent és karácsony környékén megemelkedik a lakástüzek száma, ezért fontos, hogy megelőzzük a bajt. Az évnek ezen az időszakában többet tartózkodunk otthon, mint általában. Gyakran megy a fűtés és a tűzhely is. Az adventi koszorún lévő gyertyákat szintén elkezdték meggyújtani az emberek, karácsonykor pedig a fényfüzérek is tűzveszélyesek lehetnek. Tavaly advent időszakában csak az adventi koszorúk, fényfüzérek, csillagszórók miatt 64 lakástűz keletkezett országszerte. A legtöbb tűz kis területen pusztított, de volt, ahol teljesen kiégett egy otthon. Ebben az időszakban a fő veszélyforrás közé tartozik az adventi koszorú és a kiszáradt fa is. Nagyon sok otthonban meggyújtják a karácsonyi gyertyákat az adventi koszorún. Nagyon fontos, hogy ezeket a gyertyákat úgy helyezzük el, hogy ne legyenek égető anyagok közelében, és mindenképp olyan koszorút választunk, aminek egy fém alát itt van elhelyezve a gyertyái alá. A karácsonyfa a másik ilyen veszélyforrás ebben az időszakban. A fűtött lakásban nagyon gyorsan kiszárad, ezért könnyen meg is gyulladhat. Nagyon fontos, hogy ne helyezzünk el gyertyákat, illetve csillagszórókat a karácsonyfákon, valamint ne helyezzünk éghető anyagokat a meggyújtott gyertyák köré. Fontos, hogy az égősorokat és fényfüzéreket kizárólag megbízható helyről szerezzük be, és jó minőségű termékek legyenek. A karácsonyi menü készítésekor pedig fokozottan ügyeljünk a tűzhelyen készülő ételekre. Ilyenkor elfeledkezhetünk esetleg egyik ételről, az meggyulladhat. Nagyon fontos, hogy ne vízzel kezdjük el oltani, mert az égő zsiradék súlyos égési sérüléseket okozhat, és gyakorlatilag kirobbantja az égő zsiradékot az edényből, és meggyújtja a körülötte lévő tárgyakat. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy semmiféle világító vagy égő dekorációt ne hagyjunk őrizetlenül az ünnepi időszakban, mert tragédiához is vezethet egy égve maradt gyertya. Folynak a tárgyalások a vízügy, a győri önkormányzat és az illetékes kormányhivatal hajózási főosztálya között a Dunakaputéri kikötőről. Erről ír a Kisalföld. A lap szerint amennyiben minden terv és engedély határidőre elkészül, akkor a kikötő már 2023 májusára elkészülhet és fogadhat is hajókat. A kikötő egy hajó fogadására lesz majd alkalmas. A fejlesztést a nyáron átadott Győr Gönyű Zsilip teszi lehetővé, ezáltal ugyanis hajózhatóvá vált Győr.
több szállodahajós társaság már jelezte, hogy ha a feltételek adottak, szerepeltetnék turisztikai kínálatukban a győri belváros és Pannonhalma látnivalóit. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Hazánk című győri újságának egykori szerkesztőségénél koszorúzott Radnóti Ákos alpolgármester a győri önkormányzat nevében. Az emléktábla a jelenlegi megyeháza épületénél található, ahol a bátor újságírók szerkesztették a Forradalom győri lapját. A lap szerkesztői súlyos árat fizettek bátor kiállásukért, hogy kiálltak a forradalom mellett és hazán függetlenségéért. Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, az utókor feladata, hogy sohasem felejtsék el a forradalom és szabadságharc hőseit és eszméjét, emlékeztetve ezzel is a jövő nemzedékét arra, hogy ne fordulhasson elő hasonló gyalázat és emberi életeket tönkretevő diktatúra. Már kaphatóak a 2023-as éves és megyei autópálya matricák. A január 1-től érvényes úthasználati jogosultságot a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató megújult honlapján, ügyfélszolgálati irodáiban és viszont eladó partnereinél lehet megvásárolni. A 2022-re váltott éves országos és megyei matricák január 31-ig érvényesek a magyarországi díjköteles gyorsforgalmi utakon. Újabb kerékpárutat adtak át Győrben csütörtökön. Az 1301-es út melletti kerékpárút építése a település fejlesztési operatív program részeként valósult meg. A támogatásnak köszönhetően nem csak ez a kerékpárút, hanem a Tatai úti, a régi Szent Iváni úti, a Kodály Zoltán utcai, a Reptéri úti, a Kunszigeti úti kerékpárút is elkészült már korábban. Osztotta meg a hírt közösségi oldalán Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő. Idén az Alprosis Kft. Is csatlakozott a világszerte ismert és egyre népszerűbb kezdeményezéshez, a Movember kampányhoz. A program célja, hogy felhívják a figyelmet az egészségmegőrzésre, valamint a szűrővizsgálatok fontosságára a férfiak körében is. A cégnél szerdán zárták az eseményt egy igazi férfias borbély nappal. Borostán volt. Igen. Azt szeretném visszakapni. Az Alprosis ügyvezetője szerint népszerű volt a társaságnál az első alkalommal megtartott Movember, hiszen több mint 20 kolléga vállalkozott a cégnél, hogy megnöveszti a szakállát. Az egy hónapos borotválkozásmentes időszak alatt lelkesen tartották magukat a rendhagyó szakálnövesztés szabályaihoz, azonban a legtöbben már nagyon várták, hogy megszabaduljanak az arcőrzetüktől. Nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult, a kollégák lelkesen fogadták, és azóta is lelkiismeretesen növesztik a szakállukat, mindenki vigyázott arra, hogy ezen az egy hónap alatt ne szegje meg az ígéretét. Hát ezért a többségről elmondhatjuk, hogy a szokottnál többet vakarózott a hónap folyamán. Ez azt is jelenti, hogy a nagy többség az nem szeretné megtartani a szakállát, de egy-két fő van, aki megbarátkozott az új szőrzettel, és továbbiakban is megtartja. A szakálnövesztés mellett a szűrővizsgálatokra is bőven volt jelentkező, ugyanis a szűrőbuszok két alkalommal álltak rendelkezésükre a dolgozóknak. Csapó András szerint sokakra volt nagy hatással Pál Feri atya előadása is, ugyanis értékes gondolatokat osztott meg a munkatársakkal. Igazából Pál Feri atya előadása nagyon jó volt. Magában észhetett az ember tényleg, és észrevette azt, hogy néha önmagunkkal is foglalkozni kell. A szerdai lezáró napon profi szakemberek kezébe kerültek a dolgozók. Kovács Gábor elmondta, hogy ők is örülnek a megkeresésnek, mert úgy látja, hogy egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Ez az első ilyen jellegű a Movemberrel kapcsolatban. Nagyon vártuk, nem voltunk még ilyenen, nekünk is ez egy picit új és más lehetőség, mint ami szokott lenni. Bent az üzletben egyébként azért észre lehet venni, hogy a kezdeményezés miatt sokkal többen vannak mondhatni. A cég az igényeket látva jövőre is szeretne csatlakozni a programhoz, mert fontosnak tartják a dolgozóik egészségét. A Mátéász Corvinus Kollégium középiskolásoknak szóló programja idén is felvételt hirdet a közösségi programok, a hasznos tananyagok és a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákok számára. Az MCC azt közölte, az iskola mellett végezhető ingyenes, készségfejlesztő és szakmai alkalmakkal továbbá e-learning kurzusokkal várja a magyarországi, valamint külhoni magyar középiskolások jelentkezését január 31-éig. A középiskolás program 6 városban, Budapesten, Győrben, Pécsen, Szegeden, Miskolcon és Debrecenben érhető el.
Pénteken túlnyomóan felhős, borongós idő várható, időnként napos időszakok keleten lehetnek. Főként a Dunántúlon eső, az Alpok alján havas eső, kisebb havazás is előfordulhat. Gyenge lesz az északkeleti szél, hajnalban -5, +4, napközben 1-2 fok valószínű. Szombaton erősen felhős, borongós lesz az ég, keleten és északkeleten lehetnek csak rövid napos időszakok, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több helyen lesz élénk a keleti a szél, napközben 3-5 fok várható. Vasárnap sok felhő lesz felettünk, eső napközben főként délen a Dunántúlon alakulhat ki. A keleti szelet a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk erős lökések. A csúcshőmérséklet 4 és 6 fok között alakul. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt az Oxigén televízió híradója december 1-én csütörtökön. További híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu weboldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Híradóval legközelebb holnap este ismételten várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, én mára búcsúzom, a viszontlátásra. Thank you.